Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Fejlesztésekkel biztosítható a baromfi ágazat versenyképessége, ez hangzott el Budapesten a Baromfi Világnap alkalmából szervezett szakmai konferencián. Erről fogunk beszélgetni vendégem, Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét mindenkinek. Azt hiszem, hogy ez világosan fogalmaztak önök, fejlesztésekkel és beruházásokkal biztosítható a baromfi ágazat versenyképessége, illetve a termelés és az export növekedése. Ez tiszta, világos mondat. De hogyan valósítható meg? Nyilvánvaló, ez beruházásokkal valósítható meg, oly módon, hogy az alapanyagtermelés az a későbbiekben is biztosított legyen, hiszen Magyarország a világon a negyedik a vonatkozásban, hogy egy főre mennyi baromfit állít elő, tehát ebben rendkívül kedvező a szerepünk. Az ebből tartalmi érték, amit a magyar baromfi képvisel, az a tartás technológia, amivel igazodtunk az Európai Unió legszigorúbb és legkényesebb előírásaihoz is, biztosítja egyrészt a magyar ellátást, másrészt pedig az exportot. A magyar ellátásnál meg kell jegyezni, hogy a magyar baromfi, mint védjegy, a legismertebb védjegyek közé tartozik, és ez is a baromfi ágazatnak a pozitív tevékenységét mutatja, hiszen sok más védjegyet alig ismernek az emberek. De ha azt mondjuk, hogy a baromfi ágazat volumenében a legnagyobb teljesítménnyel és növekedéssel bír az elmúlt évtizedek vonatkozásába, akkor megint a valóságról beszélünk. El kell mondani, hogy 2015-ben meghaladta a sertéshús mennyiségét az előállítási tömeg, és ez is egy lényeges dolog, hiszen Magyarország, amelyik a sertéstartásról és a sertéstenyésztésről és izlalásról volt híres, és hát ma is nyilvánvaló megvannak ez irányú piacok, a baromfi túlszárnyalta. Nagyon jól szervezett az ágazat, a baromfi terméktanács kiválóan tud integrálni, nem csak horizontálisan, hanem vertikálisan is. Tehát ott szépen a termelő, a feldolgozó együtt tevékenykedik azért, hogy a legjobb minőségbe és megfelelő ár szinteken a fogyasztó kényes igényét kielégítse. A kényes igényét természetesen nem pejoratív értelemben mondom, hanem a kényes igénybe beletartozik az, hogy legyen egy nyomon követhetőség, legyen egy minőség, és legyen élelmiszerbiztonság, hiszen pontosan tudjuk, hogy a baromfi ágazatot sem kímélték azok a járványos betegségek, amelyek bizonyos mutálódás során, ugye a madárinfluenzára gondolok, bizony emberre is veszélyes. Mert még csak egy nagyon pici kitérővel most a afrikai sertéspest is kizárólag a sertésekre veszélyes és nagy patogenitással bíró vírus, addig a madárinfluenza ugye ebbe különbözött. És látnunk kell azt is, hogy ugye 16 és 17 vonatkozásában madárinfluenza áthúzódó hatás miatt igen komoly károkat okozott. Számtalan exportpiacot kellett átmenetileg felfüggeszteni, hiszen bejelentették az export tilalmakat jó pár országba. Ennek ellenére úgy néz ki, hogy egy kevés visszaesés után az idei évben mintegy 700 ezer tonna baromfi kerül majd a piacra és amikor kerül erről beszélünk, igen, amikor erről beszélünk, akkor nagyon-nagyon fontos az export. Tehát az a hatás, amit a versenyképesség, az ágazat versenyképességért tesz a kormány, illetve az agrártárca, az kiemelten fontos az export szempontjából. A másik oldalról még azért ilyen értelemben maradjunk itthon, hiszen adófizetésről van szó, munkahelyek megőrzéséről van szó. Hát azt kell mondani, hogy az a pénz, amit a kormányzat a baromfi ágazat fejlesztésére fordít, hiszen az Európa Uniós támogatások ebbe az ágazatba, mint könnyű ágazatnak nevezett, a könnyű, ez megint félreérthető jelzés, tehát nem támogatott ágazatokat ért az Európai Unió az alatt,
Viszont nemzeti támogatásból lehetett bizonyos beruházásokat támogatni a Baromfi vonatkozásába is. Ezek lejárnak ugye 18-ban, és meg kell őrizni, hogy 19-ben is megvalósulhassanak, hiszen ilyen jellegű beruházási támogatások nélkül nem lehet azokat az exportpiacokat megtartani, megőrizni, fejleszteni, amik jelenleg megvannak. És ha most megnézzük azt, hogy a Baromfin belül ugye a vízi szárnyas az, amiben igen nagy export lehetőségünk van, ugye a sajátosság, specialitás miatt, itt az önellátási szintünk 300-400%-os. Tehát annyival a hazai szükségletet termelésbe túllicitáljuk. Természetesen a broilerbe is 120% körül van, és az összbaromfi vonatkozásába pulykát és más baromfikat is beleértve 180%-os. Tehát a nemzetgazdasági jelentősége kimondottan nagy, és úgy is fogalmazhatok, hogy az adófizetéssel, a vidéki munkahelyek megőrzésével, a végfeldolgozás vonatkozásába, akár ugye a nyers baromfi, de más feldolgozott baromfi termékek exportjával. Nagyon jó befektetés a kormányzatnak, ha a baromfi ágazatot támogatja, és az itteni fejlesztések hatására az exportpiacok bővülnek, netán távol-keleti országokkal is, amire komoly esély van. Tehát amikor kijelentjük, hogy a egyik oldalról ugye a járványvédelmi kockázat csökkentésével, kormányzati intézkedésnek köszönhetően nő, jelentősen nő a termelésbiztonság, és ezzel együtt értelemszerűen nő az exportpiac is. Ez teljesen így igaz, hiszen minden új beruházás kimondottan nagy hangsúlyt fektet a járványvédelmi eszközök és berendezések további fejlesztésére. Tehát minden egyes beruházással a tömeges járványok előfordulási esete csökken. És ez egy nagyon lényeges dolog, hiszen zártartásban megfelelő biztonsági előírásokkal történik ezeknek az állatoknak a nevelése, és a megfelelő higiénia betartásával és annak a lehetőségével, hogy be lehet tartani, bizony ez komoly előnyt jelent. A másik nagyon fontos kérdéskör viszont, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Baromfi Termék Tanáccsal közösen dolgoz ki, hogyha ennek ellenére mégis, ha valamilyen módon járvány ütné fel a fejét, akkor egyrészt a biztosítási rendszernek kell megfelelően tudni a gazdát kártalanítani, de ezen túl ki kell alakítani egy olyan jövedelem kiegyenlítő rendszert, amelyben az adott gazda, hogyha nem állami kártalanításban részesül, mert nem ott ütötte fel a fejét adott esetben a vírus, akkor hátrányéri azáltal, hogy zárókörzeten belül van, nem tud értékesíteni, tovább kell tartani az állatot, később egyrészt túlsúlyos lesz, másrészt a foglalkoztatást is biztosítani kell. Tehát nagyon komoly károk keletkeznek, járulékos károk a járvánnyal kapcsolatban. Na, azt nem szabad, hogy ezek a károkra ne fogjuk meg a kezét a gazdának, hiszen ha nem fogjuk meg a kezét, akkor lehet, hogy olyan adóságtömeget halmoz föl, hogy nem tud talpra állni, nem tud újra kezdeni, nem tud újból állományt betelepíteni. Ez pedig nagy kiesés az esetben, hogyha nekünk meglévő exportpiacaink vannak, és az exportpiacokat tudjuk jól ki kell szolgálni, mert amennyiben ezt nem tesszük, ott egyszer kerül ki az ember, ahogy mondani szokták, és lehet, hogy soha többet nem tudja betenni a lábát. Egyetértek. Ugye a járványügyről beszéltünk, illetve a technológiai fejlesztésekről is, viszont korán sem mindegy, hogy milyen körülmények között nő fel a baromfi állomány, tehát én az állattartó épületek korszerűsítése is rendkívül fontos ennek tükrében. Rendkívül fontos azért is, mert számtalan olyan állatvédelmi intézkedés van, és a EU ebbe élen jár az egész világon, hogy az állat jóléti intézkedések vonatkozásába a legmagasabb
standardokat követeli meg. Ugye tudjuk jó, hogy a ketreces tartás vonatkozásában is nem csak a tojásnál kell jelölni, hanem más állatoknál is, hogy milyen körülmények között nevelődött föl. Ebben szó szerint az Európai Unió a legkényesebb és a legkövetkezetesebb. Azok a beruházások, amik az elmúlt évben Magyarországon történtek, megfelelnek ennek a magas szintű követelménynek. Viszont meg kell mindenképpen jegyezni, hogy azért vannak olyan környezetvédő csoportok, akik ez fölött is gondolnak különféle beruházásokat. Itt az a legfőbb cél, hogy az ilyen jellegű, adhok jellegű vagy ötletszerű új gondolatokat az Európai Unió előtte szigorú hatástanulmánynak vessen alá. Tehát nézzük meg ennek az állatra gyakorolt hatását, következményeit, akár anyagi következményeit is, mert egy nagyon érdekes dolgot megemlítve, Japán bejelentette, hogy az elkövetkező időkben a ketreces tartást a tojás termelésnél vissza fogja vezetni, hiszen a Japán nem olyan gazdag, hogy úgymond szabadon tartsa a jószágokat, és véleményük szerint, amennyiben ez így történik, egyrészt nagyobb terhelést jelentenek ugye az éghajlatváltozás kapcsán a karbonkibocsátással a természetre. Másrészt pedig véleményük szerint higiéniai szempontból sokkal, de sokkal a veszélyesebb a szabadon tartott tojás, hiszen bélsárral szennyeződhet, míg a ketreces tartásnál ez ugye nem következik be. Tehát summa summarum, mi Európában vagyunk, Európában élünk, európai piacokon kell megjelennünk, ezért mi betartjuk ezeket a standardokat, de ellene vagyunk mindenféle olyan szélsőséges megnyilvánulásnak, ahol az állatvédelem nem azonos a szélsőséges állatvédelmi követelményekkel. Az állatvédelem és a kíméletes vágástól kezdve számtalan dolgot mondhatnék, annak élharcosa vagyok magam is, tehát a tisztességes körülmények megadása az állatnak, de nem tudok egyetérteni olyan szélsőséges vonatkozású gondolatokkal, ahol már az állatnak a szükségletén túli kényelmet akarunk biztosítani, ami nem is biztos, hogy igényként jelenik meg számára. Az imént elmosolyodtam, mégpedig azért, mert felötlött bennem, hogy néhány esztendővel ezelőtt micsoda felzúdulás kísérte, hogy szegény csirkék ketrecben vannak, és lám-lám a japánok most ismét visszatérnek ehhez a technológiához. No, nemzeti támogatásokról beszéljünk, mert hogy nagyon-nagyon fontos az idei esztendő, és a 2019-es nem különben, hiszen voltak éppen ebből fejlődhet az ágazat. És nem csak ez az ágazat, de most ugye erről beszélünk. Mivel a nemzeti támogatások 18-ban még megvannak, most kerülnek megújításra, ugye fő szempont, hogy ennek a nagyságrendje továbbra is, főleg az állatjóléti beruházások tekintetében meg folytatódjon és megvalósuljon az ágazatban, és úgy hiszem, hogy mindazoknak a szakpolitikusoknak, akik az Európai Unióba a következő ciklusnak a támogatási rendszerét jelenleg vizsgálják, és a különféle hatásmechanizmusára vonatkozó számításokat végeznek, azoknak mindenképpen a figyelmébe ajánljuk, és hát az Agrárgazdasági Kamara ebbe tevőlegesen is részt vesz, hogy az előbb említett úgynevezett könnyű ágazatok vonatkozásában, mint a sertés és a baromfi, meg kell fontolni a újbóli EU-s támogatási rendszernek is a visszavezetését, bevezetését, hiszen ezek az ágazatok több szempontból, a népélelmezés szempontjából többek közt ugye nagyon lényeges szerepet töltenek be, rendkívül keresettek a termékei, rendkívül kitettek a legkülönfélébb vírusos betegségek vonatkozásába, és az ennek a megelőzése és a minőségi végtermék előállítása pedig a legfőbb feladata a gazdának és a feldolgozónak. No, a tegnapi, illetve egy hír,
hogy a Mercosur a dél-amerikai országokkal kötendő, pontosan olvasom, újabb kereskedelmi megállapodás hátrányosan érinti az unió mezőgazdaságának több szektorát, így a baromfi ágazatot is. A számítások szerint az új megállapodás megkötése évi 7 milliárd euró kárt okozna az unióban, ágazati hatásként pedig 150 millió csirkével csökkenne az unió baromfi állománya. Ez egy megdöbbentő adatsor. Egyáltalán a dél-amerikai kereskedelmi megállapodás az miért fontos az uniónak? A dél-amerikai kereskedelmi megállapodás nyilvánvaló különféle banki szolgáltatások, különféle gépjárművek és más nem mezőgazdasági eszközök és a szolgáltatásoknak az exportját jelenti, és ezeknek a felszabadítását ezeken a piacokon, és hát nagyon úgy néz ki, hogyha a bizonyos mérleg serpenyőjébe tesszük az arányokat, akkor az ipari termékeknek a vámmentes bejuttatása nagyobb haszonnal kecsegteti az Európai Uniót, mint a mezőgazdasági termékek ilyen irányú védelme. Tehát könnyen megeshet, hogy a tárgyalásokon hozott kompromisszum vagy áldozat alapján az agráriumnak eme része bizonyos áldozatot kell, hogy hozzon a szabadkereskedelmi megállapodásra, ami sajnálatos a mi részünkről, félreértés ne essék. Tehát mi ez ellen jelenleg keményen küzdünk, mi megfontolásra javasoljuk, mi jelezzük azt, hogy ugye a baromfi botrány Brazíliába szinte mindennapos, Európai Unió a legnagyobb baromfi előállítóknak is felfüggesztette Európa felé ugye az exportját, pont azért, mert azok a körülmények és azok a higiéniai körülmények nem annyira zárt környezetbe és egyértelműen valósulnak meg, mint Európába. De hát ha az Amerikai Egyesült Államokat nézzük, ugye nagyon régi vita, ugye a különféle klór készítményekkel, klórionokkal való fertőtlenítés, és ez a klórionos fertőtlenítés, ez azt jelenti, hogy valóban elöl számtalan baktériumot, sokkal olcsóbb, mert amíg az Európai Unió azt mondja, hogy különféle vírusok ellen, és például a szalmonella ellen úgy lehet védekezni, hogyha az egész tartás technológia során a szalmonellának nem adunk helyet és lehetőséget az elterjedésre, tehát próbálunk szalmonella mentesen előállítani végterméket, addig ugye az Egyesült Államok azt mondják, hogy ezzel különösebben nem kell foglalkozni, a legvégén van egy klórionos fertőtlenítés, és az úgyis mindent eltakarít. Ebbe látható, hogy óriási költségtöbletek vannak Európa vonatkozásában, nem azonos feltételrendszer szerint küzdenek a termékek egymással a polcokon, és bizony ebben még számtalan tárgyalás kell, hogy azonos véleményre juthassunk. Egy viszont biztos, hogy közép-amerikai országokkal most Európának növekszik a kereskedelme, és lehetséges, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Dél-Amerika közt épp a közép-amerikai rész az, amelyik hatásosabban és eredményesebben tud majd kölcsönös előnyök útján kereskedni velünk. A tárgyalások folynak, még azért annyira közel nem vagyunk a Mercosur tárgyalásoknak, hogy bevezetésre kerüljön. Nyilvánvaló, hogy a agrárpolitika mindent megtesz annak érdekében, hogy ennek következménye a lehető legkisebb legyen a gazdálkodók számára. Már pedig folyamatos fejlődésben van a baromfi ágazat, ezt tudjuk, hála Istennek ez így van. Ugye azt mondjuk, hogy feldolgozott termékekkel együtt eléri az évi 500 milliárd forintot. Ez egy fajsúlyos a nemzetgazdaság nagyon számára fajsúlyos. Is. No, örülök, hogy erről beszélgethettünk, viszont a munka dandárja folyik a földeken. És ilyenkor kell, hogy szó essék a munkavédelemről is. A feltételrendszerről mire kell ügyelniük, mire kell kiemelten figyelniük, hiszen azt tudjuk, hogy ugye volt a vetés, ahhoz, hogy arathassunk, nagyon kell figyelni, mármint emberre, technológiára, technikára egyaránt. Hát ha a mezőgazdaságot nézzük munkavédelem tekintetében, akkor az egyik legszerteágazóbb területről beszélünk, hiszen a
talaj megművelés és talaj munkálásnak az eszközei önmagában veszélyesek. Ha azt nézzük, azt követően egy csomó műtrágyával, vegyszerrel, permetezőszerrel dolgozva, az állattenyésztésben gyógyszerekkel dolgozva, folyamatosan ki lehetünk téve a munkavédelem szempontjából, hát kritikus helyzeteknek. Most ebbe az esetbe azt kell mondani, hogy a munkavédelmi szabályoknak nem csak az oktatása, hanem azoknak a folyamatos betartása is rendkívül fontos a dolgozók védelme szempontjából, de a munkaadó szempontjából is. Azért azt lássuk be, hogy egyetlen embernek is a súlyos balesete, nehogy Isten halála, az nagyon-nagyon súlyos lelki következményekkel is jár. Belegondolva, hogy reggel az ember a családjából elmegy, és este már nem tud hazatérni, és soha többet nem tud hazatérni. Ez, higgyük el, hogy annak a családnak nyilvánvaló abszolút végzetes. De ahol ez a baleset bekövetkezett, ott felmerül a lelkiismereti kérdés. Mindenféle büntetés ellenére azokban az emberekben, akik azt mondják, hogy tehettünk volna ellene. Tehát tegyünk előtte ellene, nem fejeződik be a munkavédelmi oktatás azzal, hogy aláírjuk azt a bizonyos sort, hogy megkaptuk az oktatást. Ezt nap mint nap egy vezetőnek munkaköri ellenőrzésébe figyelni kell, és ha a védőberendezéseket a dolgozó nem használja, akkor figyelmeztetni vagy szankcionálni kell neki. Nagyon sok még így is a halálos balesetek száma a mezőgazdaságban, hiszen ha a 16-os adatot nézzük, akkor mintegy 900 mezőgazdasági balesetből 18 volt az erdőgazdaság, mezőgazdaság és halgazdálkodás terén a balesetek száma. A halászoknál azt kell mondani, hogy nem volt halálos baleset, tehát ezen a számon az erdészet és a mezőgazdaság osztozkodik. Ha a megoszlását figyelembe vesszük, akkor azt kell látni, hogy a 45-től 64 éves korig az a csoport, amelyikben a legtöbb baleset következik be. És nagy valószínűség szerint a túlzott magabiztosság miatt. Tehát a rutin nem játszik. A rutin nem játszik, és az sem játszik, hogy ha azt mondják, hogy bizony, én ezt már többször is megcsináltam így, és soha nem következett be baleset. Bizony, egyszer bekövetkezhet. És az 50 fő alatti munkahelyek azok, ahol nagyon sokféle munkát kell végezni, ahol nagyobb számba vannak a balesetek, és ezen belül is a súlyos, halálos balesetek. Ha megnézzük a tavalyi évet, akkor ez a tendencia csökkent minden tekintetben, tehát mindegy 650 volt a mezőgazdaságban bekövetkezett összbaleset szám, és 12 volt a halálos balesetek száma. A idei nem hivatalos, ez évi első negyedéves statisztika, meg jelenleg összegzés alatt van, az azt jelenti, hogy 113 körüli az a szám, ami a balesetek számát illeti, de hát azért lássuk be, a téli időszakban a növénytermesztésben nincs tevékenység, és ebből sajnálatos módon 3 volt halálos. Miközben egy is sok, tudjuk. Amikor egy is sok, és ha most megnézzük ugye a halálos baleseteknek a bekövetkezésének a körülményeit, nagyon sokszor gépjárművel való oda nyomás, oda tolás következhet be, tehát tolatás és egyéb közben a közé szorul az ember valamiféle tárgy, termény és a gépjármű közé. Ezen túl a terménnyel való eltemetés, tehát szabálytalanul nyitja ki a hátsó falat, és a terménnyel eltemetődik, de ugyanígy történt ilyen, amikor a zsákok dőltek rá targoncarakás közben, és hát vannak sajnálatos, de szélsőséges esetek is, amikor agronomus még benyelés kapcsán elte a halálát, hiszen kint a határba ellenőrizte a területeket, és olyan szerencsétlenül volt a méhek között, hogy légzés vétele közben benyelte a méhet, és hát értelemszerűen a lehető legrosszabb helyen kapta a hullánkot,
ahol a fulladásos halál következett be. Tehát a erdőgazdaságnál hagyna sor olyan fadöntés, önmagában veszélyes dolog, és hát a fával kapcsolatos mindenféle darabolás, és ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Én azt hiszem, hogy az a roadshow, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Agrárgazdasági Kamara a tavalyi évben és idei folytatással végez, nem csak a megye székhelyeken, hanem a megye székhelyeken túli területeken, ahol tematikát tud adni az emberek kezébe, a vezetők kezébe, ahol elemezni lehet a legkülönfélébb ilyen eseteket, akár egy kombájnnal a nagy feszültségű veszedék alatt való munkát, hiszen párás időben könnyen áthúzhat, hogyha ezt nem megfelelő elővigyázatossággal tesszük. Tehát számtalan olyan dolog van, aminek figyelembevételével kell a munkákat végezni, hogy minél kevesebb baleset következzen be, hiszen az mindenkinek kár, és hosszú távon pedig épp egészséges emberekre van szükség a napi munka végzés során. Legyünk bizakodóak, én azt gondolom, hogy rendkívüli az a felelősség, de azt hiszem, hogy közösen a munkai vezetők segítségével áthidalható, hiszen a munkavédelmi oktatásoknak kell, hogy legyen haszna ilyen értelemben is. Nos, szívesen hallgattuk Önt, és köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket. Én azt gondolom, hogy a Baromfi ágazat is jó úton jár, és majd meglátjuk, hogy mire mennek a tárgyalásokkal, de én azt hiszem, hogy a nemzeti támogatások rendszer eddig is bizonyította, hogy bármely ágazatra jelentős és pozitív hatással van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!